There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king at a golden throne. Oh, those days are gone. Nemrég alakultunk egy ilyen éve, döntöttük el, hogy elkezdünk itt zenélni. Elsősorban most jelenleg pop és sok feldolgozások vannak a repertoárban, később ebben saját számokkal akarjuk majd tarkítani. Egyelőre egy saját dal van, még azt valószínűleg el is fogjuk most játszani. Hogy kerültetek a zene közelébe? Valahogy úgy, hogy a baráti társaságon keresztül, szüleimen keresztül rengeteg zenét hallgattak kiskoromban is, és a két testvérem főleg olyanokat hallgatott, ami felkeltett az érdeklődésemet, és akkor úgy valahogy rajtuk keresztül kezdtem el ezzel foglalkozni. Az éneklésben pedig egy jó barátom rángatott bele, úgymond. Mindig idegesíteni akartam egy kicsit, mert nem szerette, hogyha magasan énekelek, és egyszer mondta, hogy ne engem idegesíts már, hanem menj el a barátainak a zenekarába, és akkor úgy elvitt egy próbára, és onnantól kezdve elindult a dolog. Hogy találtatok egymásra? Hát egymásra a Gitármánia táborba találtunk, 3 évvel ezelőtti táborba. Igazából rögtön az első napon, amikor a zenekarokat alakítják ki a táborban, akkor egy zenekarba kerültünk véletlenül, és akkor úgy indult. Mit lehet hallani tőletek ma? Hát elég vegyes a repertoár. Főleg amerikai zenekaroktól játszunk, magyar nóták nem annyira vannak még sajnos, bár tervben van. De Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, vagy Beatles, szóval elég vegyes. Laura, mit lehet tudni rólad, hogyan kerültél a zene közelébe? Én általános iskolás koromban beirattak a szüleim szintetizátorozni, aztán később magamtól váltottam a gitárra. Bocsi! Igazából nekem apukám gitározik, úgyhogy mindig volt otthon hangszer, úgyhogy szerintem így magától értetődő volt, hogy egyszer én is hozzányúlok majd. Te hogy emlékszel rá, hogyan találtatok egymásra? Ugye, ahogy mondta Dávid is, a Gitármánia táborba egy zenekarba kerültünk, aztán hát igazából utána mi később összejöttünk, és először csak így szórakozásból elkezdtünk megtanulni olyan dalokat, amiket mindketten szerettünk. Aztán rájöttünk, hogy ezzel lehet komolyabban is foglalkozhatnánk, aztán így elkezdtük bővíteni a repertoárt. Lehet tudni, hogy hányadik koncerteteknél tartotok? Hivatalos koncert, igazából ez még csak a második. Barátok, család jön ilyenkor, megnéz, meghallgat benneteket? Igen, aki éppen a közelben van, az igen. Például én miskolci vagyok, és holnap Miskolcon leszünk, úgyhogy oda jönnek majd sokan. Ha már a jövőről beszélünk, Miskolc után merre mentek, milyen hosszú lesz a jövő nyár? Hétre van 2 Balaton környéki koncertünk. A többi az még szervezés alatt áll, még valószínűleg lesz a Balaton környékén, de igazából az országban mindenfele szívesen megyünk, ahol szívesen látnak minket. Nézők, hallgatók, milyen a visszajelzés? Eddig szerencsére jók, most a Gitármánia táborba volt alkalmunk megmutatni, amiken eddig dolgoztunk, és szerencsére igazából jó visszajelzéseket kaptunk. Driving up and down these streets, trying to find some way.